Kedden délután a Megyeháza dísztermébe várták az érdeklődőket és a civil szervezetek képviselőit. Részletes tájékoztatást adtak a felszólalók a Nemzeti Együttműködési Alap október 4-től megjelenő pályázatairól és a civil területet érintő aktualitásokról. A civil közösségi szolgáltató központ minden évben járási szinten is a megyeszékhelyen is megszervezi az úgynevezett megyei rocsót, amelynek a nyíregyházi állomása minden esetben az országos rocsónak, amit a miniszterelnökség szervez, is a része. A Nemzeti Együttműködési Alap, a Magyar Falu Program civil alapja, illetve a Városi Civil Alap, ez az a három program, ami a civileknek minden évben lehetőséget ad. A rendezvényen szó esett az állami támogatásokról, a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól, a Magyar Falu Program keretében a civilek által pályázható falusi civil alap immár második évi tapasztalatairól, valamint az idén először meghirdetett városi civil alap támogatásairól és pályázati tapasztalatairól. A miniszterelnökség helyettes államtitkára bejelentette, idén csaknem 11 milliárd forintot osztanak szét a szervezetek között. Elindítjuk október 4-én az országos pályázatot. 10,8 milliárd forint van a költségvetésben, ez másfél milliárddal több, mint idén volt. Tehát ugye a jövő évi pénzekre indítjuk el a pályázatokat. Minden irányból lehet pályázni, az a lényeg, hogy alapítvány egy egyesület legyünk, ők tudnak valójában pályázni. Várjuk az érdeklődőket, 5 kollégiumban lehet külön-külön, tehát egy-egy kollégiumhoz lehet a pályázatot benyújtani. És hát a döntéshozatalt azt próbálják felgyorsítani, az év első felében minél hamarabb a források megérkezhessenek a civil szervezetekhez. Ezen túlmenően fogunk beszélni a városi és a falusi civil alapról is, ami egy nagy siker. Én úgy gondolom, hiszen 10 milliárddal több forintot tudtunk betenni a rendszerbe, szerintem ez jól működik, és így most már azt mondom, hogy három lábon áll a rendszer, a NEA, a falusi és a városi civil alap, és szerintünk ez egy elég jó konstrukció. Szó volt még a járványhelyzet alatt hozott jogszabályi változásokról, és a civil szférát érintő pandémia alatt tapasztaltakról is. A NEA kiírásában apró változások is várhatóak, például az egyszerűsített pályázat maximum összege 350 000 forintra emelkedett.